Ünnepélyes keretek között tisztelegtek Székesfehérváron a NATO alapításának 75. évfordulója előtt. A NATO fennállása óta folyamatosan bővült, mostanra pedig már 32 tagországot számlál. A Székesfehérváron állomásozó HQ-MNDC, vagyis a NATO közép-európai több nemzeti hadosztályparancsnokság a szövetség egységének, együttműködésének és kollektív védelmének öröksége előtt hajtott fejet. Az eseményen Tibor Králik vezérőrnagy, az HQ-MNDC parancsnoka mondott ünnepi beszédet, kiemelve, hogy nem kell nagyon a dolgok mélyére nézni, hogy lássuk a NATO létjogosultságát. We are here to celebrate the 75th. Megpróbáljuk kiemelni azt, hogy milyen értékek és milyen sikerek jellemzik az elmúlt 75 évet, és hogy ezek az értékek 75 év elteltével továbbra is érvényesek. Nagyon fontos, hogy számokon keresztül is megpróbáljuk bemutatni a NATO jelentőségét és fennállásának fontosságát. Ez jól mutatja, hogy megalakulásakor 12 nemzet volt a NATO tagja, most pedig 32, beleértve a legutóbb felvett tagállamot, Svédországot is. A vezérőrnagy továbbá elismerően szólt arról, hogy a különböző kultúrával és történelemmel rendelkező országok hogyan alkotnak egyességet, valamint emlékeztetett rá, hogy az Ukrajnát ért támadás nem csak a régió stabilitását veszélyezteti, de szembe megy azokkal az elvekkel is, amelyeket a NATO képvisel. Az ünnepségen a városvezetés részéről részt vett Tanárki Gábor, Fejérvár megye főispánja, Molnár Krisztián, a Fejérvár megyei közgyűlés elnöke, Spányi Antal megyés püspök és Cser Palkovics András polgármester is, aki kiemelte, hogy a NATO eddigi 75 éve egy minden szempontból rendkívül sokrétű és izgalmas időszak volt. Ez egy védelmi szövetség, fő feladata tehát a szövetség védelme, egyúttal pedig a béke, a biztonság garantálása és fenntartása. Tudjuk, hogy ez a 75 év nagyon sok mindent hozott Európa és a világ történetébe és történelmébe, és azt is tudjuk, hogy sajnos az elmúlt néhány esztendő is hozott olyat, amire azt hittük, hogy nem fog bekövetkezni. Cser Palkovics András hozzátette, hogy a szomszédban zajló háború miatt is fontos, hogy élvezzük és érezzük a szövetség védelmét. Gondoljunk azokra a katonáinkra, akik most is a NATO kötelékében teljesítik szolgálatukat, valamint a fő feladat minden esetben a béke őrzése és védése kell, hogy legyen.